Az oktatási és nevelési intézmények környezetében nem csak a gépjármű, hanem a gyalogos és kerékpáros forgalom is megsokszorozódott. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk az oktatási intézmények környezetében lévő kijelölt gyalogos átkelő helyekre is, ahol szeptembertől rendőrök, polgárőrök és közterület felügyeleti munkatársak segítik a gyermekek és szüleik biztonságos közlekedését. A Jászanykon Szolnok megyei rendőr főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a forgalmi torlódások mérséklése érdekében korábban induljanak el otthonról, és távolabb parkolják le járműveiket az intézményektől, majd gyalog kísérjék el a gyermekeket a bölcsödébe, óvodába vagy iskolába. Érdemes átismételni a rendőri karjelzéseket, hogy értelmezni tudják azokat a jelzéseket, melyeket a gyalogos átkelőhelyeknél forgalmat irányító rendőrök vagy polgárőrök mutatnak. A szülők abban tudják segíteni a rendőrök munkáját, hogy a nagyobb, önállóan, gyalogosan, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel közlekedő gyermekeiket felkészítik. A biztonságos közlekedésre közösen átbeszélik az otthonuk és iskola közötti útvonalon jelentkező veszélyforrásokat. A gyermekek helyes közlekedésre neveléséhez, a balesetek elkerüléséhez alapvető, hogy a szülő maga is példát mutasson, akár gyalogosan, akár járművezetőként közlekedik. Közös érdek, hogy a gyermekek minél hamarabb megtanulják a helyes közlekedés alapjait, és ezáltal megóvjuk őket az esetleges baleseti helyzetektől. Kérjük a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat is, hogy az iskolai tanévkezdés miatt fokozott óvatossággal közlekedjenek az oktatási intézmények környékén, és számoljanak a megnövekedett forgalommal.